Gyászol az orvostársadalom. A bélauti temetőben családja, egykori kollégái, barátai, tisztelői kísérték utolsó útjára az életének 76. esztendejében elhunyt dr. Cseh Józsefet, a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szaktekintélyét, egykori osztályvezető főorvosát. Cseh József a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát, 1980-tól dolgozott a Szent György Kórházban, főállásban az onkológiai osztályon, részmunkaidőben a szülészet, nőgyógyászati osztályon. Kovács Attila a kórház megbízott főigazgatója búcsúzó gondolataiban kiemelte, hogy a hivatásának élő orvost nemes kihívással bízták meg, fő feladatául kapta az intézményben akkor még nem létező onkológiai fekvőbetegosztály megszervezését. Neki köszönhetően indulhattak el a kúraszerű ambuláns kezelések, majd 2001-ben az onkológiai fekvőbeteg ellátás. 2013-tól nyugdíjas éveit töltötte, de eközben is részt vett az onkológiai gondozó és a szülészeti nőgyógyászati osztály munkájában. 2020-tól pedig eredeti szakmáját a szülészet nőgyógyászati osztályon gyakorolta. Cseh József nevéhez fűződik az 1993-ban megalakult Kézenfogva Onkológiai Klub, és ő szervezte meg a Magyar Onkológusok Társasága Dunántúli szekcióját is. Munkásságát Szent György emlékéremmel, Onkopannon emlékgyűrűvel ismerték el, 2023-ban pedig Pro Civitate díjat vehetett át. Emlékét megőrizzük.